Európa egyik legnagyobb könnyűzenei és kulturális eseményére, a Sziget Fesztiválra, idén is a leggyorsabban a H5-ös évvel lehet eljutni. A Filatórigát megállótól a K-hídon keresztül csak pár lépés a Sziget. A H5-ös év és a Filatórigát megálló a Sziget idején Magyarország egyik legforgalmasabb pontjává válik. A Sziget alatt hétköznap irányonként 188 vonat érkezik Filatórigát megállóhelyre, egy tömött, 6 kocsis nagyegységen pedig akár 700 fő is utazhat egyszerre a helyszínre, és fog is utazni. A MÁV HÉV ZRT készül az eseményre. Augusztus 7-én 15 órától kezdődik a menetrendi sűrítés, ami egészen augusztus 14-én 15 óráig tart. Ez azt jelenti, hogy a reggeli és a délutáni csúcsidőben 6 perces, csúcson kívül 6-7 perces követés lesz a belső szakaszon. A Sziget ideje alatt tehát hétköznap minden időpont csúcsidő. Hétvégén kezdetben 10 perces a követés, 13 órától 6-7 perces 20 óráig, majd este és éjszaka 20 órától másnap hajnal 6 óráig 10 perces a követés, tehát a fesztivál ideje alatt a megszokott módon éjjel is jár a HÉV. A fesztivál helyszínéről a városközpont felé történő utazás 10 percenként egész éjjel biztosított, sőt 2019-ben először szintén egész éjjel Szentendrei közlekedő éjszakai HÉV-járatok is indulnak 60 percenként. A HÉV közigazgatási határon kívüli szakaszára továbbra is váltható menetjegy a MÁV elnevezésű applikáción keresztül. Kérjük tisztelt utasainkat, legyenek türelemmel egymás iránt, és a nagy tömegre való tekintettel fokozott óvatossággal közlekedjenek a Sziget Fesztivál ideje alatt is.